Gondolatban már Münchenben vagy, ugye, Hugo? Ma este is odautazom. Mit csinálsz te ott mindig? Kirúg a hálót. Leissza magát. Ja. Még mindig nem árultad el, hogy mit csinálsz. Biztos van ott egy bigéje. Ez igaz, Hugo? Azt se tudja, mit kell vele csinálni. Egyáltalán nem ért a nőkhöz. Hogy hívják őt, Hugo? Úgy hívják, nem mondom meg. Azt legalább elárulod, hogy mit csinál? Valamit. Egy kurva lehet, az, aki Hugóval összeáll. Bemész még a zuhany alá, Hugo? Épp kérded. Nézzük meg a zsebeit. Mi van benne? Semmi, egy kis pénz. Ennyiért nem tud kurvát venni. Segbe rúgja, ha ezzel próbálkozik. Ez itt mi? Biztos egy képes lapból vágtak. Nem, ez igazi fotó. Hé! Hey, milyen fotóban a zsebedben, Hugo? Ez az eseted? Mit műveltek? Na megálljatok, adjátok ide! Tessék, vedd el! Add ide azt a képet, de azonnal! Az az enyém! Szétverem a pofádat! Vedd el, ha tudod! Szétverem a pofádat! Felőlem megtarthatod. Köszönöm, Hugo. Jó lesz a szekrényembe. Hát nézzelek meg. Na, a Windsori herceg is megirigyelhetne. Mit szólsz hozzá, Karkesz? Nem is tudom. Valami hiányzik. Mi hiányzik? Egy zsebkendő. Fehér, ide a zsebedbe. Úgyhogy kilátszon. Mindjárt adok egyet. Na, itt van. Így. Na, mit szóltok hozzá? Remek. Bámulatos. Le sem tudod majd akarni a csajokat. Fantasztikus. Nézd meg a tükörben. Na, hogy tetszel magadnak? Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. Halál a síneken. Nagyon jó. Nyertem? Minden nap itt van, mi? Játszom egyedül. Nem könnyű. Ügyesség kell. Nekem elég volt. Te mindig nyerő vagy. Megpróbáljuk együtt. Nőkkel nem játszom. Miért nem? Félsz? Mitől félnék? Nem játszom nőkkel. De miért nem? Tudom, hogy akarod. Látom én. Tűnj el, átkozott kurva, nem akarlak látni. Na, kopj le! Hé, mi van veled? Thank you.
maga is a városban volt? És utazik hazafelé? Igen. Én is hazautazom. Minden este Münchenbe megyek. De nem tetszik ott. Mégis holnap este megint oda megyek. Ez furcsa. Nem gondolja? Most fog leszállni? Kérdeztem magától valamit. Udvariasan megkérdeztem. Igen, leszállok. Miért fordít nekem hátat? Én udvariasan beszélek magához. Talál valami kivetni valót? Nem, nem. Forduljon meg. Hagyjon békén, legyen szíves. Megijesztettem magát, ugye? Tudom, mit gondol most. Hogy kerül ez ide? Észre se vette, hogy én is leszálltam, mi? Mert a másik oldalon szálltam le. És azt nem láthatta. Nem, tényleg nem láttam. Hazautazott ide? Itt lakik valahol? A férjemet várom. Minden pillanatban jöhet. Az jó. Akkor várjuk meg együtt. Nem szükséges. Köszönöm, de nem kell várnia. Nekem nem okoz gondot. Van időm. Nem akarom az idejét igénybe venni. Köszönöm. Miért szalad el? Talán előlem szalad? Várjon meg! Mondja, kérem, véletlenül nem látott itt egy nőt? Kijöttem a feleségem elé, de egy kicsit elkéstem. Hát ez jó. Köszönöm. Megint ugyanaz. A nőt megfojtották, de a gyilkosság nem itt történt. A gyilkos idehozta és letette. Lábnyomok? Vannak, de... Alig használható. Gyere, szomorú látvány, már nincs dolgunk. A harmadik gyilkosság, ugyanazok a jellemzők. Az áldozatok nők, fiatal, csinos nők. Megfojtották, nem erőszakolták meg őket, de a blúzuk elől nyitva. És a sínek között találtak rá. Igen, igen.
De vajon miért? Mindig a München Tutzig vonalon és az állomás közelében. Á, igen, a gyilkos vonattal utazhat. Igen. És már ott kiszemeli az áldozatot. Lehet, de nem feltétlenül. Megfojtja, aztán odaviszi a sínekhez. Ez teljesen értelmetlen. Csodálkozol rajta? Bűnügyi rendőrség, szeretnénk önnel beszélni. Jöjjenek. Ez itt minden, ami a feleségénél volt. A táskája, és a halott mellett egy zsebkendőt is találtunk. Ez nem az övé. Biztos? Egész biztos. Ilyen késő éjjel kevesen jönnek. Nagyjából ismerem őket, de azt nem mondhatom, hogy feltűnt volna valami. Ismeri Hellernét? Névről nem, csak látásból. Reggel ott feküdt, azt mondtam, Jézusom, ő az. Tegnap este nem látta őt? Nem. Mondjuk úgy, nem tűnt föl nekem. Egyébként semmi sem tűnt föl. Itt van az áldozat férje. 3 perccel később értem ide. Nem több, mint 3-mal. Nem láttam sehol. Visszafordultam, hogy talán elkerültük egymást. De nem találtam. Nem volt otthon, ezért újra eljöttem az állomásra. Ott sem volt már senki. Ez volt az utolsó vonat Münchenből. Csak egy férfi volt még. Egy férfi? Milyen férfi? Az állomás felé ment, és megkérdeztem... Egy pillanat, várjon. Azt hittem, nem volt több vonat. Igen, tényleg. Az állomásra ment? Igen. És még nyitva volt? Nem, mire visszaértem, már az is zárva volt. Mit kérdezett attól a férfitól? Hogy látott-e egy nőt. De nem válaszolt. Hogy nem válaszolt? Mert azt hiszem, hogy be volt rúgva. Miért gondolja? Nem szólt semmit, csak nézett rám teljesen szédülten. Jó lenne, ha le tudná írni a külsejét. Mire gondol? Feltételezi, hogy... Könnyen lehet, hogy a felesége gyilkosával beszélt. Hazautazva? Igen, a nővéremhez Garmischba. Én Münchenben leszek, moziba akarok menni. Az ügye fogyottat nézed meg? Nem, 2-szer láttam. Hé, hey, Hugo, kölcsön adtam a zsebkendőmet. Milyen zsebkendőt? Vagy be, hogy elvesztetted. Ó, sajnálom. Nincs meg. Mit csináltál tegnap? Valahol levetted az akódat, igaz? A nadrágodat is. Mesél már, na? Münchenben voltál, vagy nem? Mondtam, hogy Münchenben megyek. Igen. És mit csináltál ott, mondd csak? Olyan elegánsan, ahogy tegnap kinéztél. Tényleg, még nem meséltél semmit egész nap. Mi van, leráztak? Pórul jártál? Hagyjátok már békében. Muszáj állandóan cukkolnotok. Nem számít. Nem izgat. Köpök rájuk. Hannelore. Szia, apa. Csak szólni akartam, hogy már együtt vagyunk. Hello, Hugo. Mit csinálsz, Hugo? Van valami terved? Nincs semmi különös. Talán elugrom Münchenbe. Ha akarsz, velünk tarthatsz. Hová? A sógoromnak születésnapja van. Ünnepel. Elvihetlek téged is. El akarsz vinni? Igen, ha van kedves, szívesen. Születésnap? De nincs nálam ajándék. Elmehetek ajándék nélkül? Tőlem sem kap semmit. Ismered Hugót? Persze. Születésnap? Erre egyáltalán nem számítottam. Na ja, miért ne? Akkor jó, gyere. Már majdnem kész. Stefán, nézd meg te is. Tudják, elég sötét volt már, és nem is néztem meg annyira, hiszen nem volt rá okom. Használható a rajz, vagy nem? Körülbelül így nézett ki. De a kalap árnyékot vetett az arcára. Jól van, köszönjük. Megyek.
30 év körüli lehet, azt mondja? Igen, nem idősebb. És erős volt. Tudja, ez nem olyasmi, amit le lehet rajzolni. Ez csak egy benyomás, hogy erős, izmos volt. Olyan, aki fizikai munkát végez? Lehet. De azért nem vagyok biztos benne. Ha a főfoglalkozását kell megtippelni, akkor valami építőmunkás lehetett, úgy gondolja? Talán. Egy teljesen normális zsebkendő. Ezzel nem jutunk messzire. Valószínűleg a gyilkosé volt. Főtanácsos úr. Kezdhetjük, Derek. Elő van készítve, jöjjön. Ez Maria Heller. A sinek mellett a hátán fekszik merőlegesen a sinekre. A halál oka fulladás. Most megmutatom a többi áldozat fotóját is. Az elkövetés ideje 2-3 héttel ezelőttre tehető. Ez Ursula Hanke. Ez Barbara Kirsek. Mindegyik ugyanúgy fekszik. Szinte kiterítve. Mondhatjuk. Hellernét sem erőszakolták meg? Őt sem. A ruhája nincs feltépve, csak a blúza van nyitva. Szinte gyengéden bánt velük. A benyomásom az, hogy az áldozatait a karjában vitte a sinek közé. Van valami magyarázata? Csak feltételezés, spekuláció. Ezek a megtalálási helyszínek. Gauting, Mühltal, Pöking. Szisztéma nem fedezhető fel benne, hogy miért ezek a helyek és nem mások. A meggyilkolt nők mindig Münchenből tartottak hazafelé, és pedig mindig a legutolsó vonattal. Az állomástól milyen messze találnak rájuk? Eltérő, 200 méter, 400 és 300. A tettes követte az áldozatokat. Igen, a kérdés az, hogy az állomáson szemelte ki őket, vagy már a vonaton együtt utazott velük. Szerintem az utóbbi. Mire alapozza? Ezek feltételezések csupán. És mondja, azok a jelek ott a térképen? Objektumok, amelyek folyamatosan változnak. Itt ez egy cirkusz, amely Nürnbergből költözött ide. Ezek építkezési helyek, egyik Mühltal mellett, Kondrun közelében. Az utolsó vonatokat ellenőrzik? Megerősített ellenőrzés van. Végeztünk, köszönjük. Teljes felhatalmazást kap. Találja meg a tettest. Nem lesz könnyű, olyan, mintha tűt keresnénk a szénakadalban. Tudom, de a nyilvánosság... Elvárja, hogy valamit gyorsan felmutasson. Annak alapján alkotnak véleményt rólunk, amit az újságokban olvasnak. Nem kell az újságoknak hinni. Az asztalodra tettem. Mit? A feljelentések másolatát nők molesztálásával teljes kapcsolatban. Nem sok, mert még nem érkezett be mind. Megkapom még ma, ugye? Megmondom, hogy küldjék ide. Ma szombat van. Én már nem maradok bent tovább. Ez tényleg nem sok. 3 külföldi Gautingban, aztán egy férfi autóval üldözött egy nőt. Hol? Planeg országút. Felejtsd el. Hívta Zimmermannt, úgy volt, hogy ma ide. Tessék, itt van. Egy eladó a szupermarketben. Menj csak. Jó napot, Derek. Jó napot, Dr. Zimmermann. Köszönöm, hogy eljött. Megvannak a fotók a legutóbbi gyilkosságról. Nézze át. Segíthet tovább lépni. Tessék. Köszönöm. Ez majdnem ugyanolyan, mint az előző eset. Igen. Uh-huh. A blúza nyitva van. Kigombolva? Igen. Egy gomb sincs leszakítva. Igen. Mi a baj ezzel a férfival, doktor? Elmebeteg? Nem, nem feltétlenül. De kétségtelen, hogy a nőkhöz való viszonya természetellenes. Nem egy erőszakos bűnöző típus, ami ennek azt elképzelik. A viselkedése lehet, hogy nem ellenszenves, udvarias, előzékeny. Ifjúkorban érhetett trauma, vagy az anyaképe torzult. Ez elég ritka eset. Lehet, hogy nagyon szerette az anyját, de ő ezt az érzést nem viszonozta. Gyakran megverte. Ez gyűlöletet váltott ki belőle, de a nők iránt. Aztán ez túlspilázta, ahogy mondani szokták. És ez ide vezetett. Félek, hogy ezzel nem sokat tud kezdeni. Az a tény, hogy az áldozatokat mindig a vasút mellé fekteti, jelentheti azt, hogy van valami köze hozzá. Úgy értem, lehet, hogy vasúti alkalmazott, forgalomirányító, pályaőr vagy hasonló? Nem, nem, egyáltalán nem biztos.
Tudja, a vasúti sínekhez, a pályatesthez egyes embereket valami különös vonzalom fűz. Az, hogy a halott nőket ott találták meg, nem mond semmit. Nem is tudtam, hogy ilyen jól tudsz tekézni. Ez nagyon jól megy. Mindig imádtam. Benne van a zsigereimben. Ügyesség és erő kell hozzá. Nem tud ebben senkinek őrözni. Na, hogy állunk? Megnyertük. Tényleg? Gratulálok! Ebben a játékban verhetetlen vagyok. Ügyesség és erő kell hozzá. Prost! Jövő szombaton is eljössz? Igen, jövök. Akkor megint együtt játszunk. Én most nyertem először. Igen, az jó lesz. Szívesen játszom magával. Hazavisszük Hannelőrét kocsival. Mi legyen a kerékpárral? Azt majd én elviszem. Tudsz egyáltalán bringázni? Hogy tudok-e bringázni? Na figyelj! Szabad? Én elhiszem. Ügyesség kell. Egyensúlyérzék. Azt hittem, nem jössz el. De mégis ideértem, hogy el tudjalak vinni. Mi legyen a kerékpárral? Hugo azt mondta, hogy ő elviszi. Hugo, elviszed a kerékpárt? Mit akarsz csinálni? Végigutazom azon a szakaszon. De minek? Mit akarsz kideríteni? Nem tudom. Látni akarom, mennyien vannak ebben a késői órában. Igen. Lehet, hogy támad valami ötletem. Tényleg nem menjek veled? Ne. Gyere értem a végállomáshoz autóval. Nem akarok visszajönni. Ez is egy vacak hétvége. Harry, végállomás. Was ich verspreche, ob ich's halte, ob ich spreche und erkalte. Das ist Top Secret.
Ugye, ön az a nyomozó? Igen. Akivel reggel beszéltem. Igen. Jó, hogy találkozunk. Ott szemben lakik valaki, az egyik házban. Láttam tegnap éjjel egy férfit, aki a másik oldalon szállt ki a vonatból. Fel akartam hívni, hát ha fontos. Hát persze, hogy fontos. Nocsák, pontosan így ezen az úton jött az az ember. Gondoltam, na hát, vajon miért csinálja ezt? Mert ha nincs jegye, így nem ütközhet ellenőrzésbe. Csak amikor a halálesetről hallottam, már más megvilágításban láttam. Le tudná írni a külsejét? Külsejét? Igen. Igen, szívesen leírnám. De nézze csak meg, mit lehet innen látni? Innen hátulról. Nem sokat, csupán árnyékot. Annyit lehetett kivenni, hogy egy férfi. Mi volt rajta? Kabát, kalap? Igen, kabát. Ja, kalap is. Amennyire ilyen messziről ki tudtam venni, egész rendesen nézett ki. Ki az? Én vagyok, mama. Te? Hogy került te ide? Lekéstem az utolsó vonatot. Alhatok nálad? Most nem lehet. Miért nem? Nyisd már ki. Nem nyithatom ki. Nyisd ki! Eredj innen. Menj máshová. Van pénzed? Tudok adni. Van pénzem. Mit akarsz tőlem? Menj szállodába. Kell elmenned. Ez csak a fiam volt. Miért nem maradt itt? Mert késő van. Elég volt. A pénz az asztalon. Tűnj el, idióta. Mi van? Mit akar? Én ugyan semmit. Mit akarnék magától? Hagyjon! Miért szalad el? Maga lefeküdt az anyámmal. Emiatt nem kell elszaladnia. Megihatnánk egy sört együtt. Haza kell mennem, késő van. Már minden zárva. Én tudom, hol lehet sört inni. Jöjjön. Megiszunk egy sört. Ugyanis lekéstem a vonatot, különben... nem lennék itt. Habár én itt vagyok minden este, de nem ilyen későn. Tudja, muszáj elérnem az utolsó vonatot. Az anyámnál nem alhatok, mert... igen, tudja, hogy miért. Miért nem issza meg? Kifizetem a sörét, nem kell itt hagyni. Nem. Én hívtam meg, mondtam, hogy meg akarom hívni. Na jó. Köszönöm. Hát akkor egészségére. Köszönöm. Hájá. Ez is elmegy. Na, gyerünk melózni. Jól van. Talán az a nő segíthet, aki feljelentést tett. Meglátjuk. Jó napot, Dokke kisasszony. Itt vannak az urak a bűnügyi rendőrségtől. Yes, tudom. Jó napot. Egy pillanat. Kérem. Tessék, fáradjon a pénztárhoz. Igen. You're supreme when you walk by. Megszólított a vonaton. Először nem gondoltam semmi rosszra, mert hát gyakran előfordul, próbálkoznak. Nincs ellene semmi kifogásom.
megfelelően kell reagálni. Ha valaki tetszik az embernek, néha sajnálja is, hogy nem szólítja le. Megértem. De valahogy furcsa volt. Tehát leszólította magát. Mit mondott? Hogy hazafelé tartok-e. Igen, hazamegyek, mondtam. Egy kicsit együgyűnek tűnt. Azt kérdezte, szintén Münchenben volt? Igen, Münchenben voltam. Na, gondoltam, ennél okosabbal is társalogtam már. És azt mondta-e, hogy dolgozni jár Münchenbe? Nem, azt mondta, moziba, meg játékterembe jár. Biztos, hogy nem dolgozni. Mit akart magától? Tulajdonképpen semmit. Előbb csak bámult rám, később az állomás előtt valahogy hirtelen mögém került, és megvárta, amíg egyedül maradok. Akkor azt mondta, halló, álljon már meg! És maga megáll? Azt mondtam, most már tűnjön el. Nem valami szórakoztató, tűnjön el. Azt mondta, most mi van? Teljesen megváltozott. Elkezdtem szaladni, és ő meg futott utánam. Hirtelen az volt az érzésem, ha ez elkap, akkor megöl. Tehát futott maga után? Igen, amilyen gyorsan csak tudott. Nyilván nem érte utol. Nem. És tudják, mi mentett meg? Hogy sportoló vagyok. A 100 méteres sípfutásban tartom az első helyet évek óta. Elismerésem. Az igen. Valahogy így nézett ki? Nem egészen. Az álla más volt, és a szája is. Tudna nekünk segíteni a képet kijavítani? A keze feltűnt nekem. Kérges volt, és repedezett. Valószínűleg fizikai munkát végez. És még valami feltűnt. Az illető fejből tudta az összes vonatot. Mit jelent ez? Megkérdezte tőlem, mikor utazom haza. Vajon a 22 óra 50-essel, 23 óra 10-essel, 23 óra akárhányassal, mindegyik vonat indulását ismerte. Azt azért nem hiszem. Pedig így van. Jó napot! Már megint mit hoz neked? Gyalog jöttél? Nem tesz semmit. Elvihetem a kerékpárt? Elvittem volna én. Add csak ide. Hol van? Hugo! Hova tetted a kerékpárt, Hugo? Jó napot! Na, üdvözöld már, Hugo! Hallottam, milyen kiválóan te kézzel. Tegnap mindent megnyert, amit csak lehetett. Igen, mi ketten együtt nyertünk. Elvihetni a kerékpárját, Hugo? Tessék! Remélem, nem fárasztom vele. Nem. Ugyan. Egyáltalán nem fáradtság. Köszönöm szépen. Maga nem férjezett, ugye? Nem. De 21 éves elmúlt. 22 vagyok, miért kérdezi? Feltételezzük, hogy a gyilkos minden este vonattal utazik a München-Tutzig vonalon. Végigutaznánk ezt a szakaszt, és az a kérdésem, hogy elkísérne-e minket. Értem. Arra gondol, hogy talán a vonaton lesz, és én felismerhetem. Igen. Igen, szívesen megteszem. Teljesen természetes. Biztosan felismerném. Meg akartalak kérdezni, Hugo. Beutazol-e Münchenbe ma este? Nem. Kár. Mert Hannelore Münchenbe megy, és csak 11-kor jön vissza. Vonattal megy? Igen, miért? Volt itt valaki Volkswagennel. Persze. Az a barátja. Angliában tanul. Hétvégén hazajár. Nem, most vonattal megy. Te minden este szoktál menni. Tudod, azért kérdem, mert már háromszor történt valami. Nem. Ma nem megyek Münchenbe. Hé, Hugo, mi az? Fáradt vagy? Ilyenkor mindig élénk szoktál lenni. Ki tudja, mit művet vasárnap. Miért? Mire gondolsz? Mit csinálna vasárnap? Lehet, hogy templomba megy. Hé, Hugo, jársz egyáltalán templomba? Attól vagy ilyen fáradt?
Hé, Hugo, miért nem válaszolsz? Bravo! Bravo! Nagyon jó! Bravo! Végigutaztunk az egész vonalon eredménytelenül. Minden feljelentésnek utána jártunk. Három esetben kétségtelenül a mi emberünkről van szó, a fantomkép körülbelül stimmel. Az alkotát is elég jól el tudjuk képzelni. A beszédmódja minden tanú szerint vontatott. A keze repedezett, kérges, ami arra való, hogy fizikai munkát végez. És mitől lett kérges? Hát, haszerszámokkal dolgozik, mint csákány, lapár, ásó, fűrész, ilyet. Nem jutottunk túl messzire. Nem, de nem vagyok elégedetlen. Van két tanunk, akik felismernék. Ahhoz mutatni kellene egy férfit nekik, és egyelőre nem tudunk. Az egyik tanú azt mondta, hogy játéktermeket látogat. És hány van, mit gondol? Egész Münchent át kellene kutatni. Hány játékszalon van? Azt most derítjük fel. Minden este ott kellene lennünk. Annyi emberünk nincs. Ha a fantomkép jó, az már valami. Attól félek, hogy az semmi. Felép már a lábamra. Bocsánat, hogy az én lábamra. Megy már arra. Elmentünk, Schröderrel megnézzük a játéktermeket. Jó. Fischer keresett. A lista nálad van? Derek, ha a Dokke kisasszony jön, légy szíves, küld föl hozzám. Köszönöm. Baromi jól játszol. Hú, nekem ez gyors. Hadd folytassam én. Ha bedobja a pénzt, vigyázz, mert tud. Majd meglátjuk. Jó. Hú, ez igen. Tényleg tud. Teljesen lebénult. Hé, ébresztő! Tovább! Már nincs kedvem. Értitek ezt? Úgy látszik, taroltál. Jó, de azért nem kellett volna elszaladnia. Milyen játék ez? Nem ismerem. Próbálja ki, de ne higgye, hogy könnyű. Én is most tanulom. Jó reflex kell hozzá. Magának van? Meglátjuk. Fogd meg ezt. Figyeljen, küldöm. Ez. Milyen kép ez itt? Ismeri Netán? Az előbb volt itt. Játszott is. Így nézett ki? Igen. Körülbelül. Mikor volt itt? Az előbb. Gyere ide. Ezzel az emberrel játszottál. Merre ment? Kifelé. Jöjjenek, nézzük meg. Harry van abban a halban. Igen? Majdnem sikerült elkapnunk Stefan. Igen. A játékteremben, a pályaudvarnál. Két fiatal felismerte a rajz alapján. Egy perccel ezelőtt ment ki. Nem. Mindent átkutattunk. Újra Münchenben van, és ma este vonattal hazamegy. Találkozunk a pályaudvaron. Jöjjön!
Elment. Ezek szerint korábban. Mindig az utolsóval megy el. Gyerünk. Szaladjon! Miért szalad előlem? Ó, Istenem! Úgy megijedtem. Nem ismertem meg a hangját. Csak hallottam, hogy valaki fut utánam. Miért szaladt el? Na hát, jó kérdés. De most már örülök, hogy maga az. Hugo, hogy kerülsz te ide? Azt hittem, nem mész Münchenbe, mégis elutaztál. De jó, hogy itt vagy. Azt mondta, 11 órakor jön haza Münchenből. Egy vonaton utaztunk. Nem is vettem észre. Képzeld el, hirtelen hallottam, hogy fut utánam valaki. Annyira megijedtem. És Hugo volt az. Kiabált, hogy ne szaladjon. El tudom képzelni, hogy megrémültél. De mennyire? Erre innunk kell egyet. Gyere, Hugo! Mi van itt? Esküvő, szívesen látjuk. Megiszunk egy sört legalább. Egy Dálidó közepébe csöppentünk. Rossz, Hugo. Táncolhatunk is. Kivel táncoljak? Hát nem velem. Táncolj Hugóval. De én nem tudok. Még sose táncolt? Hát ilyen nincs. Jöjjön, megtanítom. Ha valaki, akkor Hannelore megtanít. Na, jöjjön. Ez nem fog menni. Dehogy nem. Szorosabban fogjon. Úgy, hogy érezzem. Aki ilyen jól kuglizik, az táncolni is tud. Még sohasem próbáltam? Látja? Megy ez. Csak figyelje a zenét. Látja? Egész jól belejött. Megy ez. Csak akarni kell. Most már túl szorosan fog. Na hallott, Hugo. Teljesen kifárasztott a Hannelore. Alaposan. Itt egy snapsz, idd meg. Csudapók vagy, Hugo. Nem is tudtam rólad semmit. Munka közben nem szól egy szó se, néma, mint a hal. Én nem vagyok hal. Tud egy hal táncolni? Jöjjön, még egyszer. Felébresztetted benne az oroszlán. Most már teljesen elszédültem. Be van rúgva, teljesen részeg. Hé, Hugo! Én még sose láttam részegen. Mit műveltél, ha? Biztosan összejött egy kurvával. Várj csak, mit mondtál? Gyere ide, te gaz! Gyere! Hé, Hugo, megvestél? Hé, mit csinálsz? Megőrültél! Eresz már el! Hagyd már abba! A mindenségi! Elég volt! Hagyd abba!
Mi van vele? Ez majdnem megölt. Tisztára begőzölt. Szólj, ha befut valami fontosabb jelentés. Nincs újabb gyilkosság. És egyéb? Semmi. Mit nézel? A térképet. Egyszer a vonattal elhaladtuk egy munkás telep mellett. Hol volt? A végállomás felé. Valahol itt. Aha. Pályamunkás. Miért ne? Dr. Zimmermannnak nem biztos, hogy igaza van. Éjszaka térhetett vissza a kolóniára. Minden vonat indulását tudta. A holttesteket mindig a sínek mellett helyezte el. Nem tudom, mi más lehet ennek a magyarázata, de nincs más ötletem, végigjárom az egészet. Jó reggel, Derek, jó reggel. Jó reggel, Harder úr. Történt valami? Nem, hála Istennek nem. De látták az illetőt egy játékteremben. Igen. Igen, azt a helyet állandóan figyeljük. És a pályaudvaron, tegnap este? Semmi. Jó napot! Jó napot! Hol dolgoznak az emberek, akik itt laknak? Itt már nem lakik senki. Aha. Egy pillanat. Ismeri ezt a férfit esetleg? Sose láttam. Nem látta? Jó, köszönöm. Szívesen. Hova készülsz, Hugo? Megint nagyon kiöltöztél. Egy kis körnit nem akarsz, ha? Te kezdesz. Tessék! Olyan, mintha én is a bűnügyi rendőrséghez tartoznék. Hol a főfelügyelő? A pályamunkások felkeltették az érdeklődését. Végigjárja a munkáskolóniákat az egész vonalon. Hetes? Igen. Na jó. Passz. Akkor... Ez passz. Négy. Igen. Négy. Passz. Kettő. Mi van, eltéved? Jó napot. A bűnügyi rendőrségtől vagyok. Mit akar itt? Kérdezni. Miről? Ismeri valaki ezt a férfit a rajzon? Ki lehet ez? Nem ismerem. Ti tudjátok ki ez? Körözi. Mi van vele? Valahogy ismerősnek tűnik. De nem tudom, hogy honnan. Gondolkozzon. Sajnálom, nem jut eszembe. Ki ez? Így néz ki az a férfi, aki három nő halálát okozta. Ő lenne az? A vasúti gyilkos. Van már valami nyom? Miért minket kérdez? Direkt ezért jött ide? Igen, ezért. Úgy látszik, hiába fáradt. Igen, úgy látszik. Tehát senki nem ismeri? Nem. Hát akkor köszönöm. Szívesen segítettünk volna. A magáé ez a zsebkendő? Igen, miért? Ezért. A nő a képen Ursula Hanke, az első áldozat. Hogy jutott ehhez a képhez? Itt. Nem találta meg az ajtót? Én kérdezni akarok. Nem akar velem Münchenbe utazni? Münchenbe? Hát talán elmehetnénk ott valamit inni. Táncolni. Megtehetnénk. Most? Ó, már elég érkeztem. Most akarok átöltözni. Nem lehetne mégis. Kicsit hűvös van. Jöjjön az ajtóhoz. Beengedem.
Mi történt? Nem tudod, hol van Hugo? Hugo? Ugyanis keresi a rendőrség. A bűnügyi rendőrség. És tudod miért? Ő a gyilkos. Kapaszkodj. A vasúti gyilkos. Mit Hugo a gyilkos, aki megölte a nőt. Hol az az ember? A rendőrség Hannelore. Hugo házét keresik. Ő ölte meg a nőket. Ott áll az ablakomnál. Azt akarja, hogy Münchenbe menjek vele. Rendben, Stefan. Széles körözés a vasútvonal mentén. Tehát München felé tart? Oda megyek, ahova akarja. Kérem, ne bántson. Ez a legegyszerűbb, úgy gondoltam. Születési dátuma sincs. Hugo Haase. Akarja, hogy betűzzem? Ha kell, utána nézhet a lefűzött aktákban. Utána nézhet a lefűzött aktákban. Sürgős! Tartsd az embereidet készen létben. Egyelőre semmi, csupa téves bejelentés. Akkor nem vonattal utazott, de Münchenbe jött. Igen? Mondd a házszámot. Jó, felírtam. Köszönöm. Münchenben van bejelentve az anyjánál. Úgy? Tehát akkor indulás. Szólj a kollégáknak! A kijárathoz! Írta Herbert Reinecker, magyar hangok, Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Háda János, Rajkai Zoltán, Dózsa Zoltán, Bodrogi Attila, Kapácsi Miklós, Fekete Zoltán, Vadász Bea, Csénémet Lajos, Frajt Edit, Bácskai János, Pápai Erika, Rubold Ödön, Gruber Zita, Albert Péter, Izsóf Vilmos, Fedák Fabó Gyöngyi, Vég Ferenc, Nagy Gábor. Zenéjét szerezte Hans Martin Majewski.
Fényképezte Manfred Ensinger és Jürgen Schönemann. Magyar szöveg G. Civera. Szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna. Hangmérnök és vágó Miklós Miklós. Gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva. Szinkronrendező Kis Beáta. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. Rendezte Alfred Weidman.